Kisrétán van egy ápoló gondozó otthon, amelyben 220 gyermeket gondoznak, és az utóbbi hónapokban kapcsolva kerültünk egymással többször, sőt, hát minden héten voltam náluk, énekeltünk, beszélgettünk kicsit az Istenről is, és elkezdtek a templomba járni hozzánk minden vasárnap egy néhányan. Aztán arra szántuk el magunkat, hogy most Szent Miklós ünnepén közösen készítünk egy műsort,